Becslések szerint évente 150 milliárd ruhadarabot is gyárthatnak világszerte, 60 millióan dolgoznak a textilruházati ágazatban, a munkavállalók 80%-a pedig alacsonyan képzett nő és kiskorú. A divatipar környezetkárosító hatásairól, a benne működő munkaerő kizsákmányolásról Mengyán Eszter fenntartható divat aktivista beszélt Nyíregyházán. A szakember 2016 óta foglalkozik a fenntartható divattal, Hollidák néven blogot vezet és könyvet is írt a témában. Ami nekem egy személy szerint ilyen nagy áttörés volt, az az volt, hogy láttam egy olyan dokumentumfilmet, ami kifejezetten a divatipar környezet szennyező kizsákmányoló hatásairól szólt, és nagyon komplexen mutatta be ezt a problémát. Ez 2016-ban volt, és akkor én egy női magazinnál dolgoztam, és rendszeresen írtunk cikkeket egyébként arról, hogy hogyan kell felöltözni, mi a divat, és nagyon sokszor ezeket a cikkeket egyébként az úgynevezett fast fashion márkáknak az illusztrációival, vagy a, a termékeivel illusztrált. És, és, hát akkor elgondolkodtam, hogy én hogyan szeretnék innentől kezdve egyrészt az olvasókhoz szólni, másrésztről pedig a saját ruhatáramat hogyan szeretném átalakítani, és tudatosabban öltözködni. Az újságíróból lett környezettudatossági szakértő, ma már tanácsadóként és személyi stylistként is segíti a hozzáfordulókat a tapasztalata az, hogy sokan elakadnak a fenntartható ruhatár kialakításának útvesztőiben. A nyolc év az nagyon érdekes volt, mert először nagyon-nagyon elmentem a falik, hogyha lehet ezt mondani, nagyon szigorú voltam saját magammal szemben, a ruhatárammal szemben, csak olyan darabok kerülhettek be, amik etikusan készültek, vagy akár hazai márkák készítették, és aztán azt éreztem, hogy egy picit bele kell ebbe lazulni, mert mindent nem fog tudni így megoldani, és nem is feltétlen szeretnék, mert, Alakult ez egy picit úgy, hogy most már így elkezdtem a lelki hátterével foglalkozni az öltözködésnek, az öltözködés pszichológiával, ami szerintem egy nagyon érdekes terület, és meg tudtam fogalmazni olyan dolgokat, hogy lehet, hogy valami szuper fenntarthatóan készült de nem tetszik, nem szeretem, ott áll a szekrényben, akkor ennek meg mi értelme van. Úgyhogy ez került inkább a fókuszba az önazonos öltözködés, a tudatos öltözködés mellé. Az előadást a regeneráció műhely szervezte, a helyszínt pedig a Nyiregyházi Laborkafé biztosította. A műhely közössége legközelebb június 12-én várja az érdeklődőket, aznap a keresztény közösség egyik tagja a szellem és a lélek regenerációjáról tart majd előadást.